Szép estét kívánok, köszöntöm az évértékelők nézőit. Mai vendégem Juhász Zsófia, a Székesfehérvár Közösségi és Kulturális Központ igazgatója immár. Örülök, jó hogy találkoztunk és beszélgethetünk erről. Ugye a hír, hogy december utolsó hetében, utolsó munkahetében, ha úgy tetszik, megerősítettek ebben a tisztségedben. Gratulálok hozzá mindannyiunk nevében. Erről is fogunk beszélgetni, de inkább előtte essék szó azokról az intézményekről, amelyeket vezettél az elmúlt időszakban, tehát 2020-ról beszélünk, illetve hát nyilván sok-sok időt is visszamehetnénk, de 2020 a fontos számunkra, hiszen a koronavírus járvány alaposan rányomta a bélyegét a kulturális életre, és csak kapkodtuk a fejünket, hogy mi minden marad el, jószerivel majdnem minden elmaradt. És arra lennék kíváncsi ebben a beszélgetésben, hogy az a sok-sok funkció, hiszen nagyon, én azt mondtam, hogy az a csapat, azok a csapatok, amelyeket te irányítottál, vezettél, jószerűen Székesfehérvár kulturális életének letéteményesei. Tehát minden rajtatok keresztül futott ki, hogy hogyan lehet ezt megélni. Kezdjük talán azzal, ami megdobogtatta az én szívem. Megszűnt a Fejér megyei művelődési központ művelődési központnak lenni, vissza vette az eredeti tulajdonos. Röviden beszéljünk arról, hogy mi történt, hogy 60 esztendő után, 6 évtized után megszűnt ez az intézmény. Igen, egy kicsit a bevezetődhöz visszakanyarodnék, mert most így belegondolunk, hogy 2019 év végén, amikor megláttuk a híreket arról, hogy egy járvány pusztít, illetve egy járvány terjedt szét az egész világban, és még azt gondolom, voltak közöttünk olyanok, akik meg is mosolyogták azokat, akik maszkban jártak. És most, amikor meg itt ülünk, és benne vagyunk a sűrűjében ennek a járványnak, akkor már szinte egy vissza se tudunk emlékezni ezekre a pillanatokra, hanem mert sajnos velünk él ez a veszély. Nem készültünk fel egyáltalán mi sem, tehát akik a kultúrában dolgoztunk, én azt gondolom, hogy ez egy nagy csapás volt, és egy sokként ért minden szervezetet, és így a mi intézményeinket is. A Megyei Művelődési Központ egyébként, én ugye 2008-ban kaptam ott igazgatói kinevezést, én tudom, hogy 2015 és 2016 óta porondon van, hogy megszűnjön ez az intézmény, de harcoltunk, mi, akik ott dolgoztunk az utolsó időszakban, 10, aztán csak 8 kollégával, hogy ez ne történjen meg, hiszen tudtuk, hogy ez nem csak egy intézmény, egy épület, amiről beszélünk itt a városban, hanem egy olyan létesítmény, ami egyrészt rengeteg országos felmenő eseménynek a gazdája, rengeteg rendezvénynek, rengeteg közösségnek. És azt úgy kevesen tudják, meg nem is nagyon szokta érdekelni az embereket, hogyha bemennek egy intézménybe, hogy ki a fenntartó, de ugye ez a városhoz sose tartozott, tehát nem volt a városnak a szerves intézményrendszerének a része. Mi egy kis külön entitás voltunk, egy külön kollektívával, és azt gondolom, hogy a kollégáimnak, meg a személyes lobbimnak volt köszönhető, hogy szereztünk támogatásokat a működéshez. Az ingatlanhoz sose tudtunk, tehát ez ott volt fölöttünk, és nyomasztott bennünket. Képzelje el valaki, hogy a saját háztartásában mondjuk albérlőként ki tud adni, vagy főbérlőként ki tud albérlőnek adni helyiségeket, vagy szobákat, és annak a bevételi költsége az nem hozzáérkezik meg, hanem valam mondjuk az egész házba, a társasházba. Tehát ugye ilyen ebben a rendszerben ezt a kis ingatlant működtetni borzasztó nehéz, hiszen a közüzemi számlák minden hónapban érkeztek. Úgyhogy mondom, 2016 óta ment ez a kivéreztetés, és tényleg harcoltunk, és én végül is 2020 márciusában úgy döntöttem, hogy nem azért, mert elfáradtam, nem azért, mert nem szeretem a közművelődést, nem azért, mert nem szeretem az intézményt és az ott lévő munkát, hanem mert egyszerűen elegem lett abból, hogy egy fölösleges szélmalomharcot vívunk. És
Most mi a feladatom? Most az a feladatom, hogy értékmentés. Tehát ott azok a programok, azok a közösségek számára próbálom én is megkeresni a lehetőséget. Polgármester úrral egyébként írtunk a vagyonkezelőjének, hogy ebben legyen partner. Tehát ne az legyen, hogy most ott szanaszéjjel hordják a szakköröknek a tevékenységi körébe kapcsolatos eszközöket, hanem egy értékmentéssel a jelenlegi közművelődési intézményrendszerbe próbáljunk mindent átmenteni. Programokat is, tehát szellemi értékeket is, és természetesen materiális javokat. És akkor még ide tartozik egyébként a Rácz utcai. Bocsánat, még a barátságmozit szerettem volna az épülettel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban igen, az nagyon sok helyen kérdezték, hogy most akkor mi lesz a mozival. Tehát a mozit 2018. januárjában a város átvette, pontosan financiális okok miatt, tehát mivel ez is a megyei művelődési központnak a része volt, és ott nem tudtunk úgy fizetni a számlákat, hiszen nem volt bevételek pont az, ugye ezért mindenki tudja, hogy ez a mozi nem egy óriási biznisz, nem egy kasza, mert ugye nálunk egészen speciális a műsor struktúra, és igen, van egy bázis nézői csapatunk, de azért az ő látogatottságukra nem lehet felépíteni egy mozi működését, ezért mi pályázunk. Viszont a financiális okok miatt muszáj volt lépni, és akkor a város tényleg ismét segítőkezet nyújtott, és a Barátság mozit, mint egy kis entitást kiemelte a művelődési központból, és akkor az a Fehérvári Programszervező Kft.-hez került, és most is ott van. Tehát a mozi ilyen formában, ha jelenleg is ott maradhat ebben az intézményben, akkor biztonságban része van. Lesz az új csapatnak. Viszont mi a története a Rácz utcának? Hiszen a Rácz utcai Mesterségek háza, az meg egy külön kis ékszerdoboz, ugye ez az egész utca. Azzal, hogy a Fehérvári Kézműves Egyesületnek is van ott egy ingatlana, és ugye azzal átelemben szemben van ez a kis épület, egy ilyen, ahogy említettem, egy kis ékszerdobozként, de egy ilyen különleges helyzetben van, hiszen ott van panelházakkal körülvéve egy ilyen kulturális érték, és a Rácz utca ilyen formában még gazdáját keresi. Egyébként én nagyon szeretném, hogyha ez is a város szerves részévé válhatna, és ilyen formában egyéb rendezvényeknél is tudnánk használni, és arról meg nem is beszél, hogy rengeteg iskolai foglalkozás volt ebben a kis házban, és annyira jó, hogy egy pici parasztházról beszélünk, ott mi olyan milliót próbáltunk teremteni, ami elképzelhető, hogy van olyan iskolában egy gyermek, aki nem találkozott még ilyen jellegű otthonnal, hogy ott régen hogy éltek az emberek egy ilyen házban. Tehát én azt is szeretném, hogy ez is az értékmentés címén ennek az új nevű intézménynek, tehát a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központnak lenne a része. Igen, hiszen a kézműves mesterségeket ott ismerték meg, és remek kézműves mesterek, a népi kultúra igazi rengeteg tábor volt. És szerintem aki sokat járt oda családokkal, akár egy adventi készülés kapcsán, az nagyon jól tudja, hogy ez egy klassz hely. Ugye már említetted a Programszervező Kft.-t, ami ebben a formájában megszűnt, és most beintegrálódott, betagozódott ebbe az új szervezetbe. Ez mennyiben jelent változást, hiszen akkor most már az újról beszéltünk, de azért tudjuk, hogy én a múltkor megszámoltam, hogy jóval 50 felett volt azok a nagyívű rendezvények sora, amelyeket a programszervező az irányításod alatt átvett, és többségében elindított, másrészt pedig tovább vitt és fejlesztett. Az idén ez nulla. Hát közel a nullához. Nem teljesen nulla, hiszen közel, mi is próbál. Igen. Tehát én azt mondom, hogy a 2019 volt egyébként a csúcsévünk. Akkor az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 29 esemény volt nálunk. De ebben például benne van a királyi napok, ami egy 10 napos rendezvénysorozat. Ami tehát 15-20 akkor magyarul 29-ből valóban ki fog jönni az 50-60 esemény. És ezt valóban a Fehérvári Programszervező Kft. Szervezte. Azzal, hogy a Kft. 2020. december 31-jel megszűnt, ez nem jelenti azt, hogy ezek az események gazda nélkül maradnak és elvesznek, hanem a fölötte lévő szervezet változik meg. Tehát innentől kezdve ez a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ, én most majd Kulturális Központnak fogom hívni, tehát ebbe az intézménybe
fog beolvadni a kollektíva, és ezáltal a tevékenység is. Tehát ott leszünk mi a 10 telephelyel, ugye a tóparti központi épülettel, a felsőváros, így van, kisfalu, tehát a városrészi telephelyénkkel, és hozzánk fog tartozni ez a sok-sok rendezvény, amiből én remélem, hogy ha jól haladunk, akkor 2021 második felére azért felpöröghetnek ismét az események. Ugye a szabadművelődési ház a központ, tehát ez természetes. Miként sikerül belakni, hiszen azért korán sem mindegy, és a csapat változatlan marad, mármint a programszervező csapata? Mind a két csapat változatlan marad, tehát nekem, mint új igazgatónak nyilván az a feladatom, hogy ezt a szervezetet összeolvasszam, és nem az a célom, hogy most a rendezvényszervezés egy külön kupac lenne ebben a rendszerben, hanem mostantól kezdve ugye én, mint igazgató, az én munkámat fogja segíteni egy marketingvezető és egy szakmai vezető, és szépen az összes szervező, tehát aki jelenleg a közművelődési intézmény rendszerben dolgozik, ők is ugyanúgy a szervező csapatot erősítik, és a munkájukat pedig a marketing kommunikáció egészíti ki. És itt azért nem szabad elfelejteni, hogy azért amikor 10 telephelyről beszélünk és nagy rendezvényekről, akkor a technikai munkatársaknak és az ügyviteli munkatársaknak is óriási jelentősége van. Tehát most az induláskor 56 fővel számoltunk, és majd meglátjuk, hogy alakul az szervezet. Nekem nem szándékom semmilyen létszám leépítés. Nyilván mindenkinek a saját döntése, hogy ebben a szervezetben tovább akar dolgozni velünk, vagy pedig más utat választ. Nyilvánvaló, hiszen Székesfehérvár kulturális élete pezsgő volt eddig is, és azt gondolom, hogy ha így vesszük, akkor a Köfémen és az Aranybulla könyvtáron, illetve a Gárdonyin kívül most már minden egy csapatba tartozik, egy közegbe. Igen. És a Szent István műfáz. Igen, de ez egyébként tényleg csak úgy kell nézni, hogy szervezetileg. Tehát az a jó, hogyha én mondjuk szokták ezzel illetni, hogy ez egy eszement központosítás. Én ebben nem hiszek, hanem én azt látom, hogy ezt nagyon jól lehet úgy kezelni, hogyha tényleg megtartjuk a telephely felelősöknek a szerepét, és ott engedjük, hogy a helyi lakosság, a helyi közösség valamilyen módon mindig kapcsolatban legyen a telephelyel, hiszen elsősorban az ő igényeket kell, hogy kiszolgálja egy ilyen telephely, és illetve ne is hívjuk telephelynek, hanem közösségi térnek, hiszen mindig is az volt az elképzelés, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek Székesfehérvár főutcáján tolongania egy több tízezes rendezvényen, hanem hogy természetesen, hogyha van ilyen rendezvény, akkor ők is megtalálják a lehetőséget, de ők a saját lakóhelyük közel szeretnének valamilyen kis közösségi együttlétet vagy programot, akkor ennek megfeleljen a jelenlegi intézményrendszer. És én ebben hiszek, hogy nekünk az nagyon jó, hogyha ilyen formában a helyi lakosokkal és tényleg a városrészi lakosokkal vagyunk kapcsolatban, mert sokszor éreztem én is azt, hogy ott vagyunk a belvárosban, és szeretnénk segíteni a többi intézménynek is, hogy a programjaik eljussanak, de valamitől mégis ugye ez az együttlét, ami ott képződött a belvárosban, ezutána nem feltétlenül csengett le a kis közösségekben. És azt gondolom, hogy most viszont, mivel az intézményekben is ott vagyunk, ez a kettő együtt egymást fogja erősíteni, és lehet, hogy új célcsoportok jönnek be, akár az intézményeinkbe, akár a nagy rendezvényeinkre. Igen, tehát ez óriási kihívás lesz ez az év mindenféle értelemben. Tulajdonképpen valamiféle felkészülés az aranybulla évfordulóra, a 8. évfordulóra, hiszen az országos rendezvények kellős közepén lesz Székesfehérvára, ha úgy tetszik. A csapatot tehát megmarad, de mit csinált a csapat, készült-e a következő, tehát az idei évre, abban az időszakban, amikor, ha úgy tetszik, nem volt más teendője? Sikerült-e az online térbe beágyazódnotok? Én azt mondom, hogy igen. Egyébként egy nagyon fontos tevékenységet végeztünk, hiszen mi azért büszkék vagyunk a rendezvényeinkre. Nyilván nem mi találtuk ki, egy csomót nem mi találtuk ki, hanem örököltük. Ezek a városnak a rendezvényei voltak, mi ugye egy központi szervezői feladatot láttunk el. Mindig is figyeltem arra, én is és a kollégáim is, hogy a meglévő értékeket tovább örökítsük, és ezeket most leírtuk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy pünkösdi virág álom, és ha úgy alakul
az élet, hogy most idén 21-ben nem tudjuk megszervezni a pünkösdi virágalmat, éppen ezért, mert még mindig olyan rendezvénynek minősül, ami bármilyen módon az emberek találkozásra buzdítaná, ezért ennek megfelelően nyilván majd másképp kell gondolkoznunk, de mi leírtuk, és azt mondtuk, hogy a települési értéktárban ott van a helye. Leírtuk ennek a rendezvénynek a múltját, a jelenés és a tervezett jövőjét is. Tehát ez az értéktári munka egyébként egy nagyon fontos tevékenysége a településeken, hiszen majd a te dédunokád, meg az én dédunokám, honnan tudná, hogy mi az a pünkösdi virágállam, hogyha ezt nem rakjuk be az értéktárba, és nem mondjuk azt, hogy ez egy olyan rendezvény, amire Székesfehérvár büszke. De most egyet mondtam a pünkösdi virágállamot, mert egyébként egy csomó rendezvényünkről megírtuk a felterjesztést, és online közösséget hoztunk létre, a Fehérvár Híró applikáción keresztül egy városi szintű játék zajlott. Nyilván nem mindenki találkozott, és egyébként gyanítom, hogy akik a jelenlegi beszélgetésünket nézzük, nem biztos, hogy ők feltétlenül ezeknek az applikációnak a híró, ennek a Fehérvár Hírónak a kedvelői vagy ismerői, de ez egy nagyon jól működő társasjáték volt, ahol napi szintű feladatokat kaptak a fehérváriak. El kellett menni egy bizonyos helyszínre, ott igazolnia kellett, hogy megcsinálta ezt a feladatot, és nyilván ez egy verseny volt, ahol pontokat lehetett gyűjteni. És hogy ez az értéktári munka, vagy egyébként Székesfehérvár identitás fejlesztése szempontjából miért volt jelentősége, mert rengeteg olyan helyet mutattunk meg a városba, ami mellett olyan simán elmegyünk, és ránézünk százszor arra a műemlékre, vagy arra a domborműre, vagy arra a fára, vagy arra a bármilyen természeti értékre, de úgy nem tudatosul bennünk, hogy mi is ez. És ez a játék arról szólt, hogy tényleg menjen, olvass el, nézzen utána, hogy mi ez, és egy kicsit egy ilyen város történeti, városismereti applikáció is volt. És ez nem múlik el. Maradjunk annyiban, hogy ez megmarad. Hiszen, maga a hírójáték? Igen, hiszen a tavaszi kampányban van még egy etapunk, úgyhogy újraindul a verseny. És ez nagyon jó, mint ahogy megmarad az online tér is, amit most már megszoktak helyek közel a székesfehérváriak. Ugyanakkor, amikor arra utaltam az imént, hogy az óriási kihívás lehet neked. Itt egy kicsit beszéljünk arról, hiszen eddig is nagyon sok mindennel foglalkoztál, azért ez új, tehát önmagadatnak is kell, hát bizonyítanod nem kell, hiszen tudjuk, hogy alkalmas vagy erre. Azt hiszem, hogy ez egyedülálló feladat egyébként. Megnéztem az összes megyei jogú várost, ilyen nincs másutt, és pontosan ezért nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen tulajdonképpen a minden a tiétek. Felkészültél erre? A minden az nem minden. Tehát, hogy majdnem mindenre. Azt gondolom, hogy ami a közösségekkel és a művődők kézességekkel kapcsolatos, annak jelentős része, igen, de azért még a városban van több közösségi tér, akinek más a fenntartója, de az együttműködések azok nagyon, nagyon jól működnek. Az én szempontomból, és hogy köszönöm szépen, hogyha ez a megítélésed velem kapcsolatban, én egyébként ezt nagyon izgatottan várom, tehát én ezt kifejezetten élvezem, hiszen egy két ellentétes habitusú intézményt és KFT-t kell összeolvasztani. És ugye itt a kollégáknak is más jellegű munkájuk volt egy nagy rendezvény esetében, és más egy közösségi térben. És senkinek sem kell lebecsülni vagy túlértékelni a maga jelentőségét. Itt most csak az van, hogy tényleg a mi fiatal pörgős csapatunkat csapatunknak kell megmutatni azt, hogy milyen, amikor egy kis közösségnek akarunk segíteni, és velük nem azt akarjuk, hogy ott a Zicsi-ligeti nagy színpadon szőjenek mostantól kezdve, nem ez a cél, hanem őket segíteni, hogy ott figyeljenek az utánpótlásra, teremtsék meg annak a lehetőségét, hogy legyen egy új szakkörvezető, hogyha valakivel történne valami. Tehát, hogy ennek a folyamatosságát kell ezeknek a közösségeknek megteremteni. Pedig a pályázatomban, ami majd remélem, hogy lesz lehetőségem tényleg nyilvánossá tenni, mert ezt azt gondolom, hogy nem magamnak írtam, nem a döntéshozóknak írtam, hanem nyilván a kollégáimnak írtam, és azt gondolom, hogy a fehérváriaknak írtam, és szeretném ezt mindenképpen közzétenni, mert egyrészt nagyon sokat dolgoztam vele, tehát
azt is mondhatom, hogy olyan, mintha újra egy doktori disszertációt írna az ember, hiszen át kell gondolni a várost a múltján keresztül, a múltbeli tevékenységen keresztül, és látni egy jövőt. És nehéz, tehát szerintem ez egy nehéz feladat, mert roppant szerteágazó, tehát a kultúra, a közművelés egy nagyon szerteágazó tevékenység, és én tényleg rengeteget dolgoztam vele, hogy leírjam, és én se annak írtam, hogy majd beteszem a fiókba, aztán ott néha, hogy kinyitom, hogy hú, de jó, van egy pályázatom, hanem amit leírtam, azt szeretném megvalósítani. És ebben, ahogy említetted, hogy más megyei jogú városban nem így van, abba különbözünk, mert egyébként más megyei jogú városban is vannak ilyen szervezetek, csak ők egy más szervezító formát, többségében non-profit Kft-t választottak. Itt viszont a város úgy döntött, hogy intézményt alapít, illetve az intézménybe vonja össze, ami egyébként szerintem jó, mert egy város az intézményei révén is tud erőt közvetíteni, és erőt sugalni, és azt is sugalja, hogy az emberek biztonságban lehetnek. Tehát akik ott dolgoznak, és akik látogatók, azok számára is biztonságot jelent, hogy egy önkormányzati fenntartásban működünk. Tehát én nagyon izgulok, nagyon izgatott vagyok, nagyon számítok a kollégáimra, bízom is bennük, és meg hiszem is, hogy elfogadják, hogy amit én leírtam, az egy tudatosan átgondolt koncepció, aminek most van itt az ideje, és ezt az intézményrendszert most rá kell fordítanunk tényleg a 21. századra. Tehát érdeklődéssel és bizakodva várjuk. Viszont menjünk tovább. Albarégi Tánc Egyesület. Tehát az előbbi kihívás ezt meg megint csak, hiszen a tánc aztán végképp a gyakorlás és az online az még működött, a felkészülés, stb. A szettevettével együtt, viszont elmaradt minden, amire nagyon-nagyon vártunk az idén. Lesz elég időd az Albarégi Tánc Egyesület újraindítására? Hiszen természetes, hogy a művészeti vezetők ott vannak, azok a munkatársaid, az egykori táncosok, a nagyszerű táncpedagógusok és művészeti menedzserek ott vannak, de azért a táncegyesület élén is kell, hogy ott légy te magad is. Hát köszönöm szépen ismét ezt a felvezetést, mert pont erről szól az én munkám, hogy nekem nem kell minden ponton ott lenni, tehát én nekem nem kell tánckoreográfusnak lenni, nem is akarok beleszólni, ezt Majoros Robira bízom. Nem fogok beleszólni abba, hogy a maga művészeti együttesünk hány helyen fog fellépni, vagy hogy fog a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál most szintén ebben a buta helyzetben végre hogy ünnepli meg a 2020-ban elmaradt 25 éves jubileumet, mert ez pedig a Majoros Bandira bízom. Az én feladatom nyilván egy menedzser szemlélettel rátekinteni erre a kvázi közösségi térre, közösségre, és szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez egy nagyon jól működő dolog. Az újraindításnál ezt meg kell értenie mindenkinek, hogy ugye a művészek azért művészek, mert egyrészt szeretik a tehetségüket kamatoztatni, főleg megmutatni, és nagyon nagy szükségük van a közönség elismerésére. Most egyébként itt nyilván leadhatunk millió műsort a televízióban is, és az online térben is, de nincs visszajelzés. Tehát, hogyha kapunk ott 3-4 lájkot, mert a fiúk mondjuk táncolnak egy kellett a szegi legényest, ez még az ő lelküket nem segíti át ezen a helyzeten, úgyhogy nyilván itt tényleg annak kell megtörténni, hogy valamilyen formában az együttesek, és ez vonatkozik egyébként a többi művészeti együttesre, tehát a Székesfehérvári Balettszínházra, a Szimfonikus Zenekar és a Vörösmarty Színház és az Albarégi Tánc Együttesre, hogy kell a közönség, tehát anélkül halálos tud lenni egyébként egy idő után. És arról ne felejtsük el, hogy az ellenben a profi társulatoktól, az Albarégi Tánc Együttes egy baráti kör is, tehát ott a fiataloknak vannak főfoglalkozásuk, és ezt tulajdonképpen egy hobbiként végzik ezt a tevékenységüket. Profi, tehát nekik profin, így van. De azért ez egy más, hiszen ők ott szeretnek együtt lenni, tudni egymásról, bulizni, táncolni, egyéb formák, kirándulni, elmenni együtt. Tehát nekik a fellépés sem egy munka, hanem egy szórakozás. És ugye ez a közösség, ez nagyon hiányzik egymásnak, és ezt sem tudják igazán pótolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy most
teszünk erőfeszítéseket, hogy a közösséget egybetartsuk, de ha tényleg fizikálisan nem tudnak együtt lenni, és nem tudnak szerepelni, akkor ez hosszú távon rosszulhat a közösségünkre, de annyit teszünk, hogy bizakodunk. No, viszont szedte-vette, mert hogy ha valaki akkor, tehát a hegedűt azt nem tudja a majoros Robi fogni, és a másik majoros pedig húzni adott esetben. Hát no. Ebben az évben egyébként nagyon furcsán alakultak a dolgok, ez mindegyik általam vezetett szervezetre igaz, hogy viszont a pályázati források ömlöttek be. Tehát ugye mivel nekünk is volt minden pályázatit áttekinteni, mindegyiket megnézni, erre mindegyikre volt időnk megírni, átgondolni, így aztán meg is nyertük a forrásokat. Úgyhogy ha 21-ben, tehát most itt az idén megindulnak a lehetőségek, akkor nincs más dolgunk, csak a pénzt elkölteni, hiszen rengeteg programot terveztünk be, és a zenekarral is ugye tavaly voltunk 20 évesek, tehát most 21-ben meg fogjuk csinálni a Szedte-vette zenekarnak a jubilómi koncertjét, amin így, hát ha most így a zenész kollégáim hallgatják, vagy így látnak, akkor biztos mosolyognak meg én is, mert fogalmam sincs, hogy mit fogunk csinálni, hiszen mi nem vagyunk egy koncertező zenekar, de az elmúlt 20 év során rengeteg élménnyel rendelkezünk, rengeteg baráttal, rengeteg zenész, táncos ismerőssel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 20 éves jubileum, ez mint ahogy egyébként minden zenekarnál, egy nagy társasági összejövetel lesz, és én remélem, hogy nem csak a szüleim, meg a férjem szülei fogják, meg a kedves édesanyját nézni a műsorunkat, és élőben lesznek ott, és nem online kell megcsinálnunk ezt a koncertet. De lesz rá időm. No, mit kívánjak neked, illetve a munkatársaidnak? Egészséget mindenkinek. Egészséget, hiszen a szakmai tudás az nyilván megvan, és hát sok-sok szerencsét is, mert nincs kétségem felőle, hogy ez az esztendő egy jó része még úgy telik el, hogy a koronavírus járvány rányomja a bélyegét, ugyanakkor gyorsan, ha felszabadulunk, akkor gyorsan kell gondolkodni, és hála Istennek, tehát képzett közművelési szakemberben nincsen hiány ebben az új szervezetben, úgyhogy ehhez kívánok erőt, egészséget mindnyájatoknak, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és hajrá! Én is, és minden kedves nézőnek! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az évértékelők sorában Juhász Zsófia volt a vendégünk, és hát bizakodva tekinthetünk a jövőbe, hogy a következő időszakban, ebben az esztendőben már a pünkösdi virágállomtól egészen szeptember végéig, vagy akár karácsonyig is lesznek olyan kulturális események, amelyek ismét összehozhatják Székesfehérvár lakosságát, mindennapjait ünneppé varázsolva. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!